A madáretető leggyakoribb vendége a széncinke. Ő az, aki tavasszal nyitni kéket kiált, és így köszönti a tavaszt, illetve rengeteg rovart pusztít el, és ezzel hálálja meg a téli etetést. Az itthon telelő madaraknak már most is tehetünk ki táplálékot. Erre az egyik legalkalmasabb az aprószemű fekete napraforgó mag. Emellett a dió is kedvenc élelmük. Az sem baj, ha férges vagy molyos, de bogyós termésű ágakról is szívesen lakmároznak. Magvak mellett nagyon fontos a zsírzóanyag. És az alapszabály az, hogy nem sósat kell kirakni, tehát akár mogyoróról legyen szó, akár szalonnáról, mindenképpen natur, tehát ilyen zsírszalonnát vagy fagyút kell kirakni, és ezen kívül pedig a rigóknak egy kis fonnyattalmát, levesből megmaradt főtt répát, főtt krumpit, sok mindent lehet még kirakni, és másik szabály az, hogy kenyeret nem. Tehát a sóson kívül az, ami a madárnak bélhurutot okozhat, betegséget okozhat, az a kenyér, tehát az sem a vízi madaraknak nem adunk, sem az etetőre jövő madaraknak, mert hamar megposhad. Télen az etetésnél is fontosabb a madarak itatása. A szakember azt javasolja, hogy a befagyott itatóban a jeget langyos vízzel olvasszuk fel, naponta legalább egyszer. A kerttel rendelkezők hosszú távon is gondoskodhatnak a madarak téli védelméről. Előre is tervezhetünk, tehát a kertnek egy zugába ültessünk olyan cserjéket, mondjuk vadrózsát, bodzát, galagonyát, kökényt, amit a madarak szeretnek, tehát a bogyós termést azt télen is megehetik, illetve hogyha nincs ennyi időnk, akkor egyszerűen futtassunk föl vadszőlőt, akár a kerítésre, akár a házfalra, mert az perceken belül, vagy hát mondhatnám azt, hogy egy fél éven belül befutja az adott teret, és a termésével nagyon sok madárnak az élelmezését szolgálja. Fontos, hogy az odú nem etető. Egy lakáshoz hasonlítva előbbi a szoba, utóbbi pedig az étkező funkcióját tölti be. Ezért az odúként kialakított menedékekbe ne tegyünk táplálékot. Az etetők, odúk elhelyezésénél fontos az is, hogy védelmet nyújtsanak a házi kedvencek ellen. Ezért érdemes a fatörzsre vagy az etető lábához tüskés ágakat rakni. A macskák így nem tudnak felmászni rá, vagy akár egy közelben lévő sűrű bokor is menedéket nyújthat baj esetén.